Sajnos eddig az a nézet uralkodott, hogy a méz egy másik cukorféleség. Csak hogy ez így nem teljesen igaz. A legfontosabb különbség a méz és a cukor között, hogy a méz a kristálycukorral szemben természetes és komplex élelmiszer. 181 anyagot tartalmaz, és kiméletesebben szívódik fel a szervezetünkben. Továbbá a méz a cukorral szemben óvja a fogakat, tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat, segítségével gyorsabban gyógyulnak a sebek és a megfázás, segíti a belek a bőr, száj mikrobiomját. Segít az alkohol lebontásában és krónikus betegségekben is megfigyelték a jótékony hatását. A leírásban a tanulmányokat is megadom, melyek ezeket az állításokat bizonyítják. Fontos lehet, hogy az orvosok és a kételkedők is ránézhessenek ezekre. Küldd el ezt a videót orvosodnak vagy barátaidnak. A videó végén azt is elmondom, hogy miként érdemes használni a mézet, hogy az előnyeit élvezhessd. Melyek ajándék a című könyvből további méztermékeket is megismerhetsz, mint amilyen például a propolisz, virágpor, méméreg, de ebben a könyvben részletesen is bemutatom a fajta mézeket és azok használatát. De kezdjük el! A méz kiméletesebben szívódik fel. Kristálycukrot csak akkor tudja felvenni a szervezetünk, ha az elemeire bomlik, szőlőcukorra és gyümölcscukorra. A mézben a méhek lebontották nekünk a nektárban található szaharoszt, és mielőtt a méz a gyomrunkba kerül, felszívódik, és már is energiával válhat. A méz nem okoz akkora inzulinterhelést a szervezetünkben, mint a különálló glukóz és fruktóz. Ez nagyon érdekes, és a kutatók ezt ebbe a táblázatba foglalták össze. Más vizsgálatok is hasonló eredményre jutnak a mézzel kapcsolatban, ezeket belinkelem a leírásban. Ez egész konkrétan azt jelenti, hogy ha a diabeteseknek engedélyez az orvos némi gyümölcsfogyasztást, akkor kis odafigyeléssel a mézfogyasztást is engedélyezheti. Természetesen, aki diabeteses, mindenképpen konzultáljon orvossal, és mutassa meg neki a hivatkozott tanulmányokat. A méz csökkenti a fogszúvasodást okozó kártékony baktériumok számát a szájüregben. Ha rendszeresen fogyasztjuk, javítja a száj baktériumflóráját. Hogy ez bekövetkezzék, a hozzáadott cukrot tartalmazó élelmiszereket csökkentenünk kell. Saját tapasztalatom szerint, mióta családommal főleg mézet használunk édesítőszerként, a korábban évente-két évente kialakuló fogszúvasodások sem nálam, sem családom más tagjainál nem jelentkezett többé. Ha újabb kutatások, technológiák is érdekelnek a méhekkel, mézzel kapcsolatban, iratkozz fel és oszd meg a videókat. Sok ember számára fontos lehet. 14 klinikai kísérlet adatbázisának tanulmányozása során kutatók arra jutottak, hogy a méz hatékonyabban és biztonságosabban alkalmazható a köhögés és a felső légúti panaszok enyhítésére, mint az antibiotikumok. Ezért inkább mézet javasolnak a kutatók a biztonságos és hatékony kezelés érdekében. Két tanulmányból az is kiderült, hogy a tünetek 2 nappal korábban szűntek meg a méz használatával. Ráadásul a méz olyan baktériumokat is képes elpusztítani a fertőzések kezdeti fázisában, melyek antibiotikumokra már rezisztensé váltak. A méz a sebek nedvesség képződésére pozitívan hat, és ezáltal a szövet képződést is segíti. A kísérletekben a méz úgy akadályozta meg a spórák szaporodását, hogy az adott baktérium törzsek nem váltak tőle rezisztensé. 6 tanulmány azt mutatta ki, hogy a méz könnyebb égési sérülések esetén legalább olyan hatékony, mint a gyógyászatban alkalmazott ezüst szulfadiazin, és kevesebb a mellékhatása. Azt is kimutatták, hogy az égési sebek gyógyulása méz segítségével 4-5 nappal is felgyorsulhat. Sőt, egy kísérletben a méz alkalmazásával a diabeteses fekélyek is meggyógyultak. A méz segít az alkohol lebontásában. Regenerálja a májat, pontosabban képes helyreállítani az alkohol lebontásához szükséges NAD-t, mely hamar kimerül a méreganyagok lebontása során. Legközelebb, ha alkoholt fogyasztunk, előtte és utána javasolt egy kis kanál mézet is lenyelni. Túlzásokba esni azonban sem az alkohol, sem a mézfogyasztással nem ajánlott. Jó hír, hogy a méz rendszeres fogyasztása jótékonyan hat a csontritkulásra, krónikus adrenalin befolyásoltságú betegségekre, szívbetegségre, magas vérnyomásra, 2. típusú diabéteszre, a demenciára. Továbbá rendszeres fogyasztása a megfigyelt alanyokban csökkentette a káros és növelte a jó koleszterin szintjét.
A gyógyulás az egészen biztosan szükséges életmód és étrendváltás, továbbá az okok felkutatása és megszüntetése. Ezek között lehet a szénhidrátok drasztikus csökkentése. Mértékkel fogyaszd a mézet, testsúlyodtól függően 2-3,5 evőkanál, 60-100 g az a napi mézmennyiség, mely még nem terheli meg a szervezetedet. Használj mézet rendszeresen cukor helyett kávéba, teába, lehetőség szerint, amikor már nem tűzforrúak ezek az italok, de már inni tudod őket. Megfázás, bélfertőzés esetén. Könnyű étkezés után szopogatós cukorka gyanánt lassan fogyassz el egy kis kanál mézet, és ne igyál vagy egyél rá egy bő fél óráig semmit, hogy kifejthesse hatását. Megfázás esetén inhalálj kamilla teával, és tegyél egy kanál mézet, és néhány csepp propoliszt is az inhalálandó vízbe. Végezetül felsorolnék néhány tippet, melyek nálam jól beváltak, amikor egészségügyi problémáim keletkeztek. Ezekről egyre több kutatás is kimutatja, hogy a jó egészség érdekében szükségünk van rájuk. Kívánom, hogy minél egészségesebb és teljesebb életet élj. Ez egész biztosan a méz is hozzá fog járulni, amennyiben rendszeresen és mértékletesen fogyasztod. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel és oszd meg másokkal is.